A nyugati levéllel poloskával van tele mostanában minden hír és minden érdeklődés, az emberek egyre többször hívnak minket is telefonon, hogy mi az a büdös állat, ami ellepi a lakásukat. Ez egy Amerikából ide származott, nem kedvenc állatunk, a poloskák közé tartozik, amin arról híresek, ugye, hogy büdösek általában. A legnagyobb poloskák egyike, és az a különlegessége, hogy egy nagyon jó repülő, viszonylag nagy méretű állat. 1999-ben tűnt fel Európában, Észak-Olaszországba érkezett valószínű hajóval, és nem kellett neki 10 év, hogy egész Európát ellepje. De Amerikában is hasonlóképp nagy pályafutást futott be, mert 1910 körül írták le, vagy 10-ben írták le a nyugati parton Kaliforniából, és akkor indult útnak kelet felé meghódítani az egész amerikai kontinenst, és keresztül ért a kontinensre néhány évtized alatt, és utána indult el Európa felé. Annyit kell tudni róla, hál' Istennek se betegséget nem terjeszt, sem nagy kártétele nincsen. Fenyőtükön él és fenyőtüket szivogat, ugye szipókája van, mint a többi poloskának, meg különböző parkokban lévő tűlevelőeket szivogat, de különösebb kárt nem tesz. Legalábbis az amerikai tapasztalatok szerint nem beszélnek erdőirtásokról meg, ahol kipusztítják az erdőket. Viszont ami a kellemetlenséget okozza ezeknél az állatoknál, hogy ősszel telelőhelyet keresnek, a kifejlett állatok telelnek át, és telelőhelyként nagyon jól ki tudják nézni a lakásainkat, és behúzódnak a lakásokba. Nálunk még nem hallottam olyan számban, mint ahogy Amerikában panaszkodnak rájuk, hogy 200-300 poloska, ugye olyan 2 centis méretű poloskák ezek, hogy 200-300 poloska özönlik be a lakásokba, és ugye, hogyha valaki agyontapossa őket, akkor utolsó bosszújukként iszonyú bűzt árasztanak, ami napokig nem tűnik el a lakásból. Tehát a legcélszerűbb védekezés ellenük, hogyha szúnyoghálóval védik a lakást az állatok bejutásától, illetve hogyha össze vagy lapátra söprik és kitelepítik. Tehát semmiképp se ajánlatos összetaposni, összenyomni őket, mert nagyon büdösek tudnak lenni. Tehát igazából jó felismerni őket, jó tudni, hogy mik ezek, de nagy probléma nincs velük, hogyha nem jutnak be a lakásba.